Sziasztok, Székely Viktor vagyok. Ez egy rendhagyó adás lesz, mert úgy készítem a sorozatom hatodik részét, hogy felelősen itthon maradok, és a rendelkezésre álló technika az ezt teszi lehetővé, tehát egy kicsit rosszabb hang, egy kicsit rosszabb fény, de megpróbálok érthetően beszélni, megpróbálom átadni azokat az információkat, amelyeket elkezdve és ezeket megtanulva gyorsabban fel tudjuk venni majd a ritmust a járvány végeztével. Ez már a hatodik adás, ahogy mondtam, és az előző részekben több dolgot vettünk át a látvány és innováció dolgokból. Átvettük a transzparens ledet, a ködvetítést, a vezérelhető digitális LED szalagokat, átvettük a digitális kirakatot, illetve most eljutottunk az óriás vízfal vetítésekhez. Mit értek óriás vízfalnál? Ez egy külső térben megvalósítható hologram vetítésű vízkép. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy egy tóra vagy egy holtágba ki tudunk vinni olyan eszközöket, amik létre tudnak hozni egy szabad vízfelületet, ami gyakorlatilag képes arra, hogy sötétbe egy vetítő felületként szolgáljon. Tehát ezt egy nagy teljesítményű projektorral, hátsó vetítéssel meg lehet vetíteni, és ezáltal, mivel hogy a víz az amúgy átlátszó, ezért, hogyha mögé világítunk, akkor ilyen hologram hatású vetítést tudunk egy vízfelületre létrehozni. Meg is mutatom majd nem sokára, hogy ez hogyan is néz ki. Itt ugye van egy olyan kis felirat, hogy beltérben is kivitelezhető. Ez egy nagyon érdekes, erről majd sztorizgatok, egy úszodába hoztuk létre egy reklámfilm forgatásra. Ugye mi lehet a jellemzője? Ugye a szélviszonyoktól függően akár 8 méter magas és 25 méter széles is lehet, és nagyon sok mindenen múlik ez, de ugye ez egy legyező alakú víz, amit gyakorlatilag úgy képzünk, mint ahogy gyerekkorunkban befogtuk a slag végét, tehát nagy nyomással, egy nagyon kis résen keresztül préseljük rettenet energiákkal ezt a vizet, ezáltal nagyon-nagyon sok liter víz van egybe a levegőbe, és ezt minél vékonyabbra tudjuk létrehozni, annál vékonyabb annál szebb lesz a vetítés rajta, annál kevésbé lesz szellemképes. De hogyha minél vékonyabbra porlasztom a vizet, akkor ugye a szélre, meg az időjárási viszonyokra sokkal jobban reagál, tehát ad abszurdum elfújja a felületemnek a tetejét a szél. Tehát meg kell találni mindig az adott környezetbe és az adott időjárási viszonyoknak megfelelő vízképet, hogy melyik lesz, ami jó. Gyakorlatilag, ha már van egy fél méter mély tavunk, vagy egy kis medencénk, akkor, vagy egy szökőkutunk, akkor abban már létre tudunk hozni egy ilyen vízfelületet. Ez egy ilyen nagyon egyedi és nagyon látványos dolog, és akkor azt tudjuk vezérelni, hogy kibe tudom kapcsolni gyakorlatilag, illetve maximális mérettől visszafele tetszőleges méretre tudom csökkenteni a nyomásnak a változásával. Ugye ez is egy egyedi látványtechnika, ez is egy új megjelenési forma, nem nagyon lehet látni, dinamikus és figyelemfelkeltő. Hogy is néz ki ez? Ugye itt az esti órákban, hogy lement a fény, ugye itt a sötét azért szükséges, hogy projektorral egy ekkora felületet meg tudjak vetíteni, ugye itt nincs más lehetőségünk ezeknél a technikáknál, hiszen LED-fallal nem integrálható ez a dolog, és gyakorlatilag itt lehet látni egy kicsit ez a legyező forma, de erről majd lesz egy jó kép, és magát, a videót és az animációt is úgy kell elkészíteni, hogy ne adjunk neki keretet, tehát sokkal érletűbb a hatás, hogyha a keret nélkül készítjük magát az animációt, és ugye mivel hogy ez vízfelület fölött van, egy nagyon érdekes látványa megjelenik a tükörkép a vízfelületen. És akkor erre gyakorlatilag magával az animációnak a gyártásával lehet létrehozni olyan képeket, olyan feliratokat, amik ilyen 3D hatásúak, ilyen hologram hatásúak. Tehát itt van maga a fotó.
áll egy szórófejből, ezt azért kell az egészet mindig a víz fölé betolni, mert ugye egy adott pillanatban rengeteg-rengeteg víz van a levegőbe, és azt a vizet nem lehet elvezetni, csak hogyha önmagába visszaesik. Tehát ezt olyan helyekre ajánlom, ahol rendelkezésre áll vízfelület. Vetítettük ezt már a Coca-Cola Beach House-on is, és ott egy hátsó stégről vetítettük, ott két géppel egy ilyen nagy panoráma vetítéssel. Itt van egy kis videó arról, hogy néz ki a szerkezet, és itt lehet látni, hogy gyakorlatilag egy másodperc alatt föláll a vízkép, és itt lehet látni egy tartószerkezetet, amin gyakorlatilag maga a szórófejet elhelyezzük, és két speciális szivattyúval dolgozunk vele. Ez a Tomékem volt tavaly előtt, ez egy mezőgazdasági kiállítás Tiszafüreden, és mindig esténként itt szoktak lenni a látványos vetítések. Leírtam, hogy beltér. Igen, nagyon érdekes, mert itt kaptunk egy felkérést, hogy egy reklámfilm forgatáshoz szeretnének beltérbe vízfüggönyt, és ugye először nem tudtuk, hogy hol ez, aztán az egyetlen, illetve hát egy olyan, ez a Duna Arénának a nagy medencéje, ahol gyakorlatilag létre tudtuk hozni, majd mindjárt lehet látni, hogy mi lesz ennek a vége, de hogy itt hogy raktuk be a víz alá, az nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát itt lehet látni, ez egy verkfilm a Katinkával erről a rendezvényről, vagyis hát reklámfilmforgatásról, és itt magának a reklámban jelent meg egy háttér, tehát egy dinamikus, egyedi háttér készült ebből a vízfalból. Ezt a reklámot ti is láthattátok. És itt olyan sztori volt, hogy ugye ez a medence kereken 3 méter mély, tehát ez a szabvány mélység, és ugye a rendező kitalálta, hogy akkor hova szeretné tenni a vízfalat, és magát a szórófejet, és ennek a csövezését ugye nekünk be kellett oda jutatni a medencének a közepébe, gyakorlatilag az egyharmadába, és hát ez nem kis feladat volt, egyrészt a medence védelme érdekében, előtte az összes vízbe kerülő szerkezetet, fényhidat le kellett fertőtlenítenünk, úgyhogy minden egyes utolsó szög kalapács, ami a vízbe került, fertőtlenítve lett, és külön kihívás volt gyakorlatilag a víz alatt kalapálni és lejuttatni az eszközöket, de maga a látvány és maga az élmény az nagyon megérte, mert fantasztikus dolgot hoztunk létre. Tehát ad abszurdum, hogyha ilyesmibe gondolkoztok, akkor erre is van lehetőség. Nyilván ritkán van rendezvény ilyen medencékben, meg ilyen csarnokokban, de hát ha. Ugye itt volt, készítettünk egy ilyen víz alatti felvételt. És így gyakorlatilag ez egy külön rendezvénytechnikai kihívás volt, hogy viszed be, és hogy hozod ki majd utána. Úgyhogy erre nincsenek megoldások, erre rögtönözni kell, ezt saját kútfőből kell kitalálni, hogy oldhatod meg. Itt ugye nagyon kellett figyelni magára a medencére, a fertőtlenítésre, illetve egymásra, tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon jó kihívás volt számunkra. Ugye van még a látvány vízfalban egy úgynevezett, én zuhanynak hívom amúgy, mert tulajdonképpen ez egy háromsoros beltéri vízfal, ami gyakorlatilag szintén a fényviszonyoknak megfelelően vetíthető. Ez most egy hotelnek, tehát ezt mobilba föl lehet szerelni. Ennek a gyakorlatilag egy 10 évvel ezelőtt volt nagy keletje, tehát akkor sok helyre vittük,
kicsit macerás, kicsit pacsás, de érdekes és jó látványt hoz létre. Ez is egy olyan szerkezet, ami nem helyi vízre, hanem egy medencébe visszafolyó vizet összegyűjtve egy szivattyúval van keringetve. Tehát ezt is föl lehet építeni, vagy meg lehet csinálni beltérbe. Előző részekben meséltem nektek azokról a technikákról itt a vízfalunkról, amit még saját magunk fejlesztettük így a barátommal együtt. Ez volt az az eszköz, ez már a 2.0-as verziója volt, ami egy 164 cm széles volt körülbelül a felület. Azért, mert akkor a cégnek egy vitója volt, és úgy készült ez az eszköz, hogy megmondtam a tervezőnek, hogy pont be kell férni a teherautóba. Tehát ez az eszköz nem egy előre, tehát egy úgy megtervezett eszköz lenne, hogy adtunk neki egy méretet, hanem a meglévő kis teherautónknak a méreteihez lett igazítva, pont azért, hogy könnyű legyen szállítani, könnyű legyen üzemeltetni. Tehát ezt az eszközt, ez 3-4 darabból állt, a két lába volt külön, amit be kellett tolni, volt a kád, amiben visszafolyt a víz, és volt maga a felület. Mi úgy néz ki, hogy egy speciális ilyen vízió plexi nevezetű, azóta már nem kapható plexi fajtából készült, ami átengedte a fényt, de egy nagyon picit ilyen opálos volt, és ezért szintén hátsó vetítésből teljesen tökéletes képet lehetett vetíteni vele. És maga a víz pedig egy felső kádrendszerből egy túlfolyón keresztül szabad esésbe folyt le a felületen, tehát ez csobogott, hozzáértél, vizes lettél, tehát minden olyan termékhez kapcsolódóan, illetve régi céges rendezvényekre is, mint látványelem vittük. Ezek egyszerűen, mint minden egyedi látvány és mint minden rendezvényhelyszín is, gyakorlatilag ezek 2-3 évig futnak, ameddig érdekes, és utána újat meg látványosabbat kell kitalálni, tehát mi ezt is leselejteztük, és ezért írtam, hogy retro, mert ugyan még valahol megvan egy raktermélyén, de nem használjuk és nem ajánlom, mert ennél már vannak szebb és modernebb eszközök, vagy látványosabb eszközök is. Ugye így nézett ki maga az eszköz, tehát itt lehet látni, hogy maga a vízkép, hogy meg van világítva, az nagyon szép volt rajta, tehát tényleg itt ilyenekkel kellett szintén, most a mai világ nagyon fontos a higiénia, tehát ezt klóroztuk, tehát hogy ne keverjük bele baktériumokat, vírusokat, úgyhogy hogyha beleértek a vendégek, mert ugye nyilván mindenki megtapiszta, akkor nem volt ebből egészségügyi kockázat. És a vízképe az így nézett ki, még egy nagyon régi videót láttam, de kellően csendes volt ahhoz, hogy egy beltéren üzemeltethessünk, és gyakorlatilag úgy működött a dolog, hogy míg jöttek a vendégek, akkor folytatott a víz, animációt, videót vetítettünk rá, és amikor véget ért elkezdődött a rendezvény, akkor a vizet megállítottuk, ugye gyakorlatilag a plexi egy pillanat alatt ledobta magáról a nedvességet, és akkor mint egy hátsós vetítővászon funkcionált. Ez egy teljesen saját fejlesztés volt, itt nem volt előtte olyan dolog, amit mi lemásoltunk, vagy ilyesmi, ezt ugye az előző részekben meséltem, hogy a barátommal együtt fejlesztettük pusztán azért, mert ő szökőgudakkal foglalkozott, én meg vetítéssel, és akkor legyen valami közös projektünk. Úgyhogy ezt nagyon szerettem, és tök jó élményeket adott, tehát az embereknek is, meg nekem is maga a fejlesztése. Ez egy rövidebb részlet, mert ugye itthon nincs annyi lehetősége itt előkészülni, meg ezt a hangot is nyilván nehezebb így feldolgozni, de lehet, hogy áttérek ezekre a quick, gyors dolgokra. Ugye a felsorolásból ugye bemutattam nektek elsősorban a most használatos egyedi dolgokat, látványos dolgokat, és következőben van még olyan szintén retrónak hívnám eszközök, amiket használtunk, de egy újra csomagolva, új köntösbe, vagy az adott szituációból, igényekhez megfelelően újra tudjátok gondolni. Ezek lesznek majd a speciális fóliavetítésünk, amivel nagy sikert értünk el,
és 2010-ben hoztuk be először az országba, tehát nagyon-nagyon régen. Gyakorlatilag lesz szó a balonvetítésről, kitérünk külön a mappingre, ezzel kapcsolatban már tárgyaltam, beszéltem egy barátommal, aki ennek nagymestere, és ő hitelesebben fog tud majd róla beszélni, tehát őt majd becsatolom ehhez a prezentációhoz. Lesz majd füstrevetítés, lézerpadló, lézertechnikák. A vízfalat meg akkor kiveséztük már, gyakorlatilag úgy éreztem, hogy ehhez az óriás vízfalhoz szervesen hozzá tudom kötni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Nagyon jók a visszajelzések, nagyon jók a videó megnézések. Az azt jelenti, hogy van értelme, és lelkesen csinálom. Ha be tudok menni, vagy be kell mennem, akkor lehet, hogy egy-két adást majd onnan meg elkészítek, de ezt a szombati adást így úgy gondoltam, hogy sokkal fontosabb, hogy biztonságban, és ezzel tudom segíteni a szakmámat, hogy betartom a szabályokat, hogy minél gyorsabban tovább tudjunk lépni. És köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!